Van egy olyan lánytrió, akik zenéjükkel egészen fantasztikus és különleges atmoszférát tudnak teremteni, a New Yorki Acid and Earth Triót számtalan ország népzenéje ihlette, köztük magyar, brazil, spanyol, arab stílusjegyekkel, most zenélnek nekünk ráadásul élőben, utána pedig beszélgetünk a lányokkal, következzen a Coco La Primavera. Köszönjük szépen! Az Acid Earth Triót hallottuk, és szerintem a Kadé részhez már a Bencének is menne, nyomja. Kadé? Igen, ne, Kadé? Hát az utolsó Kadé? 10 másodperc, de pont az utolsó pillanatra megérkeztem. Köszönjük szépen az élő zenét. Hát fantasztikus volt. Köszönjük szépen Polonyi Artemisnek, Anna Boccattónak és Lorena Della Marnak. Sziasztok! Olyan varázslatos neveitek vannak, és ez egész egy ilyen varázslatos együttes, banda, és ez a szerzemény is nagyon különleges, ez a sajátotok. Mi volt ez pontosan? Mit hallottunk? Milyen nyelve? Mit jelentett? Minden annyira izgat. Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük mi is a meghívást. Acid and Earth Trio vagyunk valóban, és ez egy saját szerzeményünk volt, az Anénak volt, ez igazából egy saját dala. Ő írta az a címe, hogy Coco da Primavera, és esetleg engedem, hogy egy picit ő meséljen róla. Ani, would you tell a little bit about what this Coco da Primavera is about and what kind of music did you write it based upon? Yeah, of course. So this is Coco, which is the style of music from the northeast of Brazil. Egy brazíliai északkeleti részéből származó ritmusra írta ezt, tehát ez egy tradicionális ritmusra írott modern dal. But I wrote it in New York when I was very, very cold. Waiting for spring to arrive and it was taking so long. És New Yorkban írta, amikor ugye New York kicsit hidegebb hely, mint Brazília, és áprilisban még esett a hó, és akkor így várta, hogy mikor lesz már tavasz, hol van a tavasz, és erre a válasz, Seila, nem tudom. Cadê você? Hol van már? Seila. I don't know, nem tudom. Minden esetre ide nekünk abszolút ide varázsoltátok Brazíliát is, meg a nyarat, nem, Bence? Igen, a nyarat azt nem is kellett ide varázsolni. De azt nézed, de nem azt hoztak neked a lányok, nem energiaitalt, vagy más kellemes itókákat. De hogyha már itt tartunk a sörös dobozoknál, akkor tényleg nagyon sok hangszeren játszotok. Itt most hát egy ilyen kis szelekció van, de ezen kívül még min? És egyáltalán az egyébként micsoda? Mondtam, hogy nem ihatod meg. Kicsit a hangszereinkről, igen.
Nagyon sokféle hangszeren, főleg ugye brazil ütőhangszereken játszunk, ez is Aninak köszönhető, aki egyébként így az ötletgazdája ennek a csapatnak, és ő játszik a legnagyobb hangszerünk, amit így most végig cipeltünk magunkkal Magyarországon, az a zabumba, amit egy ilyen óriási kalapdobozszerű dologban kell elképzelni, így vittük magunkkal. És már ide nem fér be? És ide már pont nem hoztuk magunkkal. Zabumba? Zabumba. Is that your favorite instrument? Yeah, actually, yes, it is. Okay. So it's right too now. Big for it. És őt pedig úgy hívják, hogy pandeiro. Pandeiro, aha. Ami ugye egy csörgődob, és hát ugye láthatok ilyen kis, ilyen tök érdekesen játsz rajta. Őt úgy hívják, hogy kasisi. Ami pedig Lorinánál van, őt úgy hívják, hogy háromszög minden nyelven. Ismerem. Ezt teljesen jól ismerem. Azt hittem, a csörgődobot is ismerem, de annak speckó neve volt. Általános iskolából lehet ismerni, ugye a háromszöget, de úgy emlékszem, hogy pong, és lehet rajta így is játszani ilyen igazi brazil ritmusokat. Hogy találkoztatok? Hogy ismertétek meg egymást? New Yorkban találkoztunk, tehát egy olyan csapat vagyunk. Igazából Lorena és én együtt jártunk Hágában a konzervatóriumban, jazz tanultunk, és aztán mindannyian New Yorkban kötöttünk ki. Én már 7 éve ott élek, Lorena ott élt pár évig, ő most amúgy Brüsszelben él, és Ani is már ott él, 16 éves korra él ott, tehát már így régebb óta, és akkor így jöttünk együtt, New York ugye egy nagyon nemzetközi hely, és akkor így nagyon sok ilyen találkozó jön létre, ilyen nemzetközi, és akkor erre gondoltunk, hogy ez egy jó ötlet, hogy a különböző nemzeteinknek a különböző tradícióit, kultúráit egybe hozzuk ebben a zenekarban. És hogy fogadják ezt a fajta zenét mondjuk az Egyesült Államokban, itt Európában, vagy azon belül is Magyarországon? A közönség, az közönség, mindenhol ugyanúgy reagál, vagy azért nagyon különböző? Hú, hát amikor ilyen szomorú dalokat énekünk, nagyon sokan sírnak, és ez annyira szép, hogy így a Foreignlandert énekeljük, ami egy amerikai népdal. Tegnap a Babel Fesztiválon játszottunk, és ott olyan sokan mondták, hogy hát ugye ez mennyire szívhez szóló, és amikor Amerikában énekeljük a kiskecelányomnak egy háromszalamú verzióját, akkor néha azon sírnek, de hogy, és tehát hogy nagyon szívhez szóló igazából maga a zene, és elég hasonlóan, és akkor vannak ilyen apró kulturális különbségek, mint például az, hogy Magyarországon kicsit csendesebben, és olyan magukba mélyedően hallgatják az emberek a zenét, Amerikában meg kicsit, yeah! De tegnap is a Babel Sandon ilyen volt-e? Babel Sandon ott jel volt. Ott jel volt. How was the Babel Sand concert yesterday? It was wonderful. Amazing. We loved it there. Do you like Budapest? It's beautiful. For me, it's my first time here and I'm amazed about how many beautiful buildings you have. Wow. Exactly. A Babel Sand után egyébként, ja igen, itt most Budapesten egy kicsit... Budapesten is játszatok majd 22. Igen, meg közben itt beszélgetünk néha angolul is, meg magyarul is aztán, de hát végül is itt az épületekről volt szó, és hogy az első alkalom itt Budapesten, és hát mi is elkalandoztunk egy picit most a képzelettáján a sok gyönyörű épületnél, de maradjunk a zenéért, feltétlenül, mert a Babel Sand után azért még láthatunk titeket Budapesten. Így van, hétfőn lesz este koncertünk a Magnet Házban, 7 óra 30-kor. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és kedden pedig tartunk egy énekworkshopot ugyanott 6 órakor, és aztán pedig egy brazil ütőhangszeres workshopot, ahova visszük az abumbát is. Az abumbát akkor lehet majd ott látni. Ezekről a workshopokról még egy-két-három mondatot esetleg, hogy mi a célotok ezekkel, hiszen ugye, ha jól tudom, akkor arra törekedtek, hogy a fiatalok kicsit megtalálják a saját hangjukat. Így van. Mi nagyon hiszünk abban, hogy a zene az egy olyan dolog, ami így ki tudja nyitni az embert, és nagyon sokszor zenetanárként azt tapasztaljuk, hogy sok embernek olyan élménye is van, akár ilyen iskolai zeneórákból, hogy a zene az egy ilyen félelemfaktor. Hogy így úristen, hogy most énekelni kell, vagy úristen, most meg kell szólalni. Mondjuk az éneklés meg a zene között talán van különbség, mert az éneklés hát az bizonyos közegben. Nekem is félelemfaktor, ha meg kell szólalnom. Otthon a tusoló alatt nyilván nem, vagy ha csak a Bence hallja, mert az annyira nem izgat. De a zene az talán más, nem? Ott mégse a hangunkkal kell, hanem... Hát eléggé hasonló szerintünk a kettő, tehát ugye lesz egy énekworkshopunk, az énekworkshop az erről szól, ahogy mondtad, hogy ezt a félelmet, hogy így most énekelni kell, ezt egy kicsit így oldjuk, és próbálgassunk különböző dolgokat csinálni a hangunkkal, és igen, hogyha ez még túl sok, akkor meg lehet dobolni, mert azt érzem, igen, az a dob talán néha egyszerűbb,
hogy így akkor így ütni lehet valamit, és akkor az is egy ilyen kifejezési forma. És ha évek óta turnéztok Európában, meg szerte a világon, vannak álomcélok még, ahova szeretnétek eljutni? Akár itt személyesen, de hát nyilván azért a zenétekkel is. Do we have any dream goals where we would like to go, like travel more? I know I want to go to Brazil, because I haven't... Én biztos szeretnék menni Brazíliába, mert még nem, ott még nem turnéztünk. Where else would we like to tour? I think it would be cool to do a tour where we actually go to every place that we sing a song from. Yes. Ja, minden helyre elmenni, ahonnan származok a... Ahonnan vannak dalaink, mert vannak dalak, olyan dalok, igen, amiket úgy tanultunk meg, hogy például Portugáliában voltunk egy turnén, és akkor ott egy portugál dobos tanított nekünk egy dalt. Ugyanez egy észak-olasz dallal van, de például éneklünk macedón és bolgár dalt is, de ott még nem voltunk, úgyhogy annyira jó lenne, szeretünk találkozni ilyen helyi zenészekkel, és akkor őtőlük tanulni. Sok helyről gyűjtögettek, és akkor szerintem tiétek a világ, meg azt gondolom, hogy a jellemetekből fakadóan, meg a személyiségetekből nagyon könnyen is barátkoztok, úgyhogy mindenhol szert tudtok tenni barátokra és jó kis közönségre. Igen, hát köszönjük szépen ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és külön az élő zenét nektek. Mi is nagyon köszönjük nektek. Nagyon-nagyon szuper volt, köszönjük szépen.